Orbán Viktor ugyanolyan köpenyek forgató, mint Matteo Salvini, állítja a Jobbik. A párt szerint a miniszterelnök békéről és biztonságról beszél, miközben az elmúlt években kérdés nélkül szolgálta Vlagyimir Putyint, ezzel gyengítve Európát. Vendégünk Brenner Koloman. Jó estét kívánok, képviselő úr! Nem akarok túlságosan könnyű poénokkal előállni, de a Jobbiktól szélkakassággal vádolni valakit az európai politikában nem álságos egy kicsikét? Hát hiszen a Jobbik is hajdalában az orosz kapcsolataival és az Oroszországhoz fűződő jó viszonyával tűnt fel egyebek mellett. Én azt gondolom, hogy a Jobbik, ahogy ezt már ebben a stúdióban is nagyon sokszor elmondtuk, 2013 óta egy hosszú folyamat végén, 2020-ban megkoronázta a néppártosodási folyamatát. Jó, de az orosz kapcsolatok ettől miért szakadtak meg? Megszakadtak? Nem volt korábban sem olyan jellegű orosz kapcsolat, amelyre egyébként általában utalni szoktak. Másrészt pedig nem arról van szó, hogy itt bizonyos korábbi mondjuk kapcsolatok megszakadnak, hanem arról van szó, hogy egy külpolitikai hangsúlya egy politikai pártnak, amikor gyakorlatilag egy jobb-közép-keresztény-szocialista néppárt lesz, hogy az 2020-ban az elvi nyilatkozatunkban, ugye, amit én mutathattam be Jakab Péter elnök urunkkal leszögeztük, hogy euróatlanti elkötelezettségi pártot. Ez egy hosszú fejlődési folyamat. Amit Orbán Viktor és a Fidesz tesz, az az volt, hogy két hete elkezdtek úgy viselkedni, mintha ők jó szövetségisei lennének az európai nemzeteknek és a NATO-nak, miközben 12 éven keresztül átjátszották hazánkat nagy részt az orosz érdekszférába. Mi erről beszélünk? Említettem már egy első beszélgetésben is ma este, hogy nem régen, pár órával ezelőtt jött ki az a hír, hogy Brüsszelben azt fontolgatják, hogy a két renitens állam, a Magyarországgal és Lengyelországgal szemben elképzelt intézkedéseket, a pénzek folyosításának felfüggesztésétől a hetes cikkely szerinti eljárásig, stb. Ezeket most ad acta teszik. Mert hogy most az egység fontosabb, és inkább adjuk oda a tagállamoknak azt, ami nekik jár, és tudjunk együttműködni mindenkivel egységesen. Nem lehet, hogy ez áll a színeváltozás mögött? Szerintem nem. Szerintem ez a brüsszeli döntés, amely még nem egy döntés, hanem egy... Latolgatják ennek a lehetőségét. Ez egész pontosan azt jelenti egyébként, a kedves nézők is biztos érdeklődéssel figyelik azt, hogy mondjuk megkezdődött már ez az eljárás egy levéllel, ugye novemberben megkapta a magyar kormány ezt a jogállamisági levelet, és én nagyon-nagyon biztatnék mindenkit arra, hogy váltsunk már kormányt, mert hogy akkor viszont biztos, hogy megkapjuk ezeket az Európai Uniós forrásokat, hiszen most egyelőre ez egy latolgatás, amely attól függ, hogy mennyire lesz nehéz helyzetben akár az Európai Unió összes gazdasága, hová fajul a háborús helyzet, és így tovább. Nem attól függ, hogy mennyire szavaz együtt mindenkivel Orbán Viktor, hogy mennyire működik együtt Szijjártó Péter a tárgyalásokon, hogy mennyire azonos Magyarország álláspontja minden ügyben, mint a másik 26-é? Szerintem nem ettől függ. Orbán Viktor egyedül maradt. A fideszesek egyedül maradtak, amiben a bejátszásban is utaltunk, az ő barátaik, elfbarátaik, Salvini, akit nem is olyan régen egy lengyel polgármester, hangsúlyozom lengyel, ugye, akik elméletileg Orbán Viktor eddigi hűszövetségeseinek bizonyultak, aki megszégyenítette nyilvánosan Salvinit, aki korábban egy putyinos pólóval pózolt, ugye, és elővette ezt a pólót. Orbán Viktornak is lehetne ilyen pólója, és azt gondolom, hogy nekünk az a kötelességünk, hogy felhívjuk a magyar polgárok figyelmét arra, hogy akkor biztosak a magyar polgároknak járó Európai Uniós források, hogyha április 3-a után feláll a Nemzeti Egység kormányunk. Ha ez így történik, akkor például a külpolitikánk mennyiben változik? Ugye nagyon sokan azt hányták az előző utolsó baloldali kormányok szemére, Gyurcsány kormányira, épp úgy, mint a Medgyesiére, sőt a Bajnaiére, hogy teljesen szolgalelkűen, ahogy mondták, kiszolgáltak mindent, amit az Európai Unió akart, meg amit az Egyesült Államok akart. Ilyen lesz ez megint? Biztosan nem. Egyrészt, mert nem baloldali kormány lesz, hanem nemzeti egységkormány, amelyben az én pártom a Jobbik-közép Jobbiktól baloldali, liberális és zöld pártok is részt vesznek. Tehát már ez is biztosítja, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott külpolitikát fogunk a kormányprogramunknak megfelelően megvalósítani. Én Szijjártó külügyminiszter meghallgatásán, és én nagyon cizelláltam szoktam fogalmazni, és nem azért, mert a diplomácia nyelvén ezt így illik, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt 12 év alatt, hogy ők kibillentették a természetes egyensúlyából a magyar külpolitika egyensúlyát, mert azt mindenki tudja, hogy egyrészt nem lehet szolgáljan valóban a nyugat-európai vagy akár amerikai érdekek alárendelni a magyar nemzetet. Ön is úgy látja, hogy korábban ez megtörtént?
Én azt gondolom, hogy voltak olyan pillanatai, főleg egyébként nem is a korábbi említett kormányok idején, inkább a 90-es évekre gondolnék itt, ahol ugye mindannyian abban a lázban éltünk, amikor például a rendszerváltoztatás után mi például a privatizáció és az egyéb dolgokban azt gondolom, hogy túlságosan szolgáljan. De hát az éppen egy jobboldali kormány volt. Ezért mondom, hogy ez nem jobboldaliság vagy baloldaliság kérdése az én szememben. Abszolút nem, hanem hogy tudunk-e kiegyensúlyozott külpolitikát végrehajtani úgy, hogy megbízható szövetségesei vagyunk az európai nemzeteknek. Orbán Viktor és a Fidesz teljesen hiteltelenné vált. Ő most mindent megtehet, megszavazhat mindent, egyébként nem teszi, de hiteltelenné vált az elmúlt 12 év miatt. Na szóval, akkor milyen lesz, hogyha önök jönnek? Abszolút kiegyensúlyozott, nekünk a kelet felé kiegyensúlyozott politikai és gazdasági kapcsolatokra kell törekednünk, mert mi geopolitikailag itt vagyunk Európa szívébe. Tehát nekünk azt tudni kell nyilvánvalóan, hogy egyszer véget ér ez a szörnyű háború, Oroszország ott marad, nekünk Oroszország felé, Törökország felé, aki egyébként ebben a konfliktusban nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan viselkedik, úgyis, mint NATO tag Törökország egyébként. Annak ellenére, hogy ott is egy egypárti autoriter uralom van, amely ellen egyébként az ottani ellenzék, nemrég volt szerencsém beszélni egy török ellenzéki képviselővel, akivel együtt ülünk az Európa Tanács parlamenti közülésbe, ott is az összes ellenzéki párt együttműködik egyébként, hogy ebben a rendszerében is változás történjen. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ezekkel kiegyensúlyozott politikai és gazdasági kapcsolatokat kell fenntartani, de úgy, hogy a Fidesz érték nélküli külpolitikáját, azért így gyilkos, hadd ne mondjam végig a példákat, egy érték alapú, az európai konzervatív értékek alapján, és egy olyan jó szövetséges viszony alapján kell külpolitikát folytatnunk, amelyben mi tudjuk, hogy Szent István óta hova tartunk a nyugati kereszténységhez és a nyugati civilizációhoz. Na hát, hogyha civilizáció van, egy meglehetősen kínos felvétel egy képviselőtársáról, Z. Kárpát Dánielről. Mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy Z. Kárpát Dániel nyilvánvalóan soha nem volt semmilyen ordas eszmének híve, az elvi nyilatkozatunkat elfogadta, és azt gondolom, hogy a mi elnökünket, Jakab Pétert jákobozzák antiszemita éllel a fideszes médiumok. Ettől még Z. Kárpát Dániel náci módra felemelt kézzel tiszteleg, vagy nem is tudom, mit csinál. Én ezt a felvételt nem tudom értékelni, én csak annyit tudok, hogy egészen biztos benne, hogy Z. Kárpát Dániel soha nem volt ordas eszméknek híve, elfogadta az elvi nyilatkozatunkat, és ennek megfelelően, aki az elmúlt mondjuk 12 évben Z. Kárpát Dániel akár parlamenti, akár itt a stúdióban elmondott politikai nyilatkozatait tudja, az pontosan tudja, hogy ez így van. Jó, csak az ember azon gondolkozik, hogy másról meg miért nem kerül elő ilyen felvétel, őről sem kerül elő ilyen felvétel, gondolom nem is lehetne. Igen, de ezt azt gondolom, hogy annak is egy kicsit, hogyha ezt kinyitjuk ezt a kérdést, most minden nap mind a 106-unkról mindent fognak állítani a fideszes médiák, ezt egy kicsit kinyitjuk, és én azt gondolom, hogy itt nagyon sokat hazudnak rólunk, nagyon sokszor elővesznek olyan félmondatokat, felvételeket, stb., amikkel minket lejáratnak, mert ez a Fidesz módszere. De ezzel nem válaszol arra, hogy egy ilyen felvétel előkerület az attól a valóság? Én a felvételt még egyszer mondom, nem tudom kommentálni. Miért nem tudja kommentálni? Biztos, hogy Z. Kárpát Dániel soha nem volt ordas. De képviselő, miért nem tudja kommentálni a felvételt? Mert nem tudom, hogy egyáltalán hogyan történt, nem is láttam. Nem kérdezte meg? Megkérdeztem, pontosan azt mondta el Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnök, amit most én elmondtam önöknek. Hogy ő sem tudja, hogy készült? Hogy nem is emlékszik ilyenre, és nem tudja, hogy hogyan készült, és egy valami biztos, soha nem volt ordas eszmék híve, és aki a Z. Kárpát Dániel megnyilatkozásait az elmúlt 12 évből tényleg visszakeresi, akár parlamenten belül, akár parlamenten kívül, annak szerintem egészen egyértelmű, hogy itt szó nincs ilyenről. Képviselő, köszönöm szépen, megkérdezzük meg Z. Kárpát Dánielt is nyilván. Örülök, hogy itt volt. Nagyon köszönöm a meghívást.